Jó estét kívánok, egy új hét, és köszönjük, hogy ma is a napírével indítják az estét. Itt van velünk Borgul András, Berg Dániel és Mesterházi Attila, szintén köszönöm, hogy eljöttetek ma este. Nem biztos, hogy mindenki tudja, de Hódmezővásárhely polgármestere Márki-Zay Péter hétről hétre a Facebookon számol be aktuális ügyekről, és ugye mióta ő az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje, azóta ezekre a Facebook bejelentkezésekre nem kicsivel nagyobb figyelem hárul, és a mostani Facebook bejelentkezésben több érdekes mondata volt adóemeléssel, adócsökkentéssel és köztársasági elnök választással kapcsolatban is, mert ugye Magyar György vetette be azt az ötletet, hogy ha már ilyen jól sikerült az ellenzéki előválasztás, akkor a köztársasági elnök jelöltet is ilyen formában meg lehetne választani, legalábbis a jelöltet, mert ugye erről a parlament, a fideszes kétharmad dönt majd tavasszal. Összeszedtük a véleményeket ezzel az ötlettel kapcsolatban. Áder Jánosnak 10 év után 2022. márciusában jár le második államfői ciklusa. A hatályos szabályok értelmében nem választható újra. Utódjáról az alaptörvény szerint pontosan a 2022-es tavaszi választások előtt kell dönteni. Magyar György szerint fontos lenne, hogy a köztársasági elnök személyéről ne a parlamenti választás előtt a Fidesz kétharmados többséggel egymaga határozzon. Nagyon sok lehetősége van arra nézve, hogy ez esetleg egy ellenzéki győzelem után is komoly gáncsokat vessen. A civil államfőjelölési bizottság elnöke azt mondta, tudja, hogy a köztársasági elnökről a parlament dönt, de szerint az ellenzéknek kell lennie egy alternatív civil jelöltnek, akiről a magyarok szavazhatnak. Magyar György szerint az ellenzéki pártok hezitálása ellenére meg kell próbálni egy ilyen választást lebonyolítani. Óriási a társadalmi nyomás, és az emberek is nagyon szeretnék, ha ezt lebonyolítanak, meg kell vele próbálkozni. Ha a pártok ezt elutasítják, akkor ennek a döntésnek a következményét ők viselik. A kezdeményezésre az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje Facebookon reagált. Én például ellenzem azt, hogy előválasztásban gondolkodjon bárki is, mondjuk a köztársasági elnök személynek a megválasztását illetően. Ugye mi ezt a beszélgetést egy részben már lefolytattuk két napja a civil a pályánban, ahol ha esetleg lemaradt volna valakiről, a Borgul András már jelölt is lett, ajánlások nélkül egyelőre, de azt mondtad, hogy vállalnád, és akkor ott hosszan Magyar György ugye kifejtette, hogy ez miért lenne jó, mert mobilizálná az ellenzéket, újra tematizálna, és ő pontosan tudja, hogy a fideszes kétharmad azért valószínűleg a saját jelöltjét meg fogja szavazni tavasszal, viszont azt mondja, hogy ha az ellenzék talál arra egy jogi kiskaput, hogy a Fidesz által elfogadott köztársasági elnököt elmozdítsa, akkor már ott lenne egy konszenzusos jelölt. Röviden ezek az ő érvei. Az ellenzék annyira nem szimpatizál ezzel az ötlettel. Miért is nem? András mondta, hogy van egy jó ötlet. Jó, akkor elmondom, hogy mire gondoltam én, bár ez nem tudom, hogy ebben van-e bármi politikai töltet, hogy annak látnám értelmét, hogy legyen egy civil köztársasági elnök. Nem tudom, lehet, hogy volt már erre példa, mert nem szoktak eredeti ötleteim lenni, ez lehet, hogy hát rendezőtől nem. László eléggé... Igen, de nem úgy értem, jött, hogy egy civil ember legyen köztársasági elnök jelölt, hanem úgy értem, hogy a pártok egyezzenek meg abban, hogy van egy köztársasági elnök, lesz, aki lesz megválasztja a parlament, de mi civilek válaszunk egy civil köztársasági elnöket, aki egyébként párhuzamosan, de meg tud jelenni, ott tud lenni, akár évente tud más-más ember lenni, olyan, aki tényleg nem politikus, de azokban a kérdésekben, amiben megnyilvánulnak a politikusok, lehet, hogy nem is kéne erre nézni, inkább erre nézek, mert ez ne, bár nem a politikusa ellen megy, de hogy mert az csodás lenne, hogyha bizonyos helyeken a köztársasági elnök és a civil köztársasági elnök együtt is tudnának föllépni, esetleg díjat tudnának adni együtt, ami egy ilyen utópia a jelenlegi politikai körülmények között. De hogy azt gondolom, hogyha ebbe az irányba egy kicsit megráznánk ezt a dobozt, akkor ennek lehetne értelme, mert tényleg nehezen látom azt, hogy most még, én már nem akarom többet látni azt, hogy a pártok versenyeznek egymással, és ide-oda mondogatnak. Most már azt akarom látni, hogy kiállnak és elég egységesen odaállnak akárki mögé, vagyis most már megvan, hogy ki mögé, és együtt tolják azt a szekeret, amire én majd leadhatom a szavazatomat, ha akarom. Jó, de ezzel az ötlettel azt alapvetően elfogadottnak tartott, hogy a köztársasági elnök nem testesíti meg a nemzet egységét, mert kell egy más szempont, egy más hang, amit ő ezek szerinted nem tud bevinni a pozíciójába, és ez baj, ha ezt az emberek így érzik egyébként, hogy a köztársasági elnök a mindenkori a politikát testesíti meg, a politikai szempontokat, nem?
a jelenlegi köztársasági elnök esetében ugye ő egy pártkatona, viszont van András példájára több élő példa is itt a térségben, ugye Zuzana Csaputova, Szlovákia köztársasági elnöke nem pártember, ugye volt párttag, ugye de rögtön le is mondott a párttagságáról, amint köztársasági elnöki választották. Én azért vagyok kicsit szkeptikus az előválasztással kapcsolatban, mert most egy kampány közepén vagyunk, tudom, hogy nem úgy tűnik, mert jön a karácsony, meg ünnepek, meg ilyesmi, de most van egy kampány, amiből van körülbelül fél évünk. Ez egy választási kampány, ugye az áprilisi választásokra szerintem nincs se erőforrásunk, se energiánk arra, hogy még egy előválasztást megszervezzünk. Ez egy óriási logisztikai kihívás, hogy nulláról felépítsünk egy ilyen rendszert. Viszont van benne potenciál, Momentum egyébként támogatja a program szinten, hogy a köztársasági elnököt közvetlenül válasz. Ő ugye azt mondja Magyar György, hogy a pártoktól nem anyagi támogatást, csak morális támogatást vár, és akár online is ezt meg lehetne csinálni. Látszik, András is színházi ember, tehát nagyon jó az ötlet. Én szerintem egyik sem megvalósítható. Én a kollégával értek egyet, hiszen most egy fontos feladatunk van, az, hogy a következő választást megnyerjük, és én oda mennék tovább, ahol említetted, mi is azt, én személyesen is mindig azt támogattam, hogy annak van értelme, hogy úgy változtassuk meg a törvényeket, hogy például a köztársasági elnököt közvetlenül választhassák az emberek. Ennek van értelme, hiszen akkor egy picit talán ez a gondolat is most a viccet félretéve meg tud jelenni, és én nekem nem az a gondom adott esetben valakivel, hogy mondjuk volt-e pártag előtte, és úgy lett-e köztársasági elnök, most gondoljunk Göncz Árpádra, aki az SZDSZ elnökségi tagja is volt, és azt gondolom, hogy mindenkinek a fejében pozitív, vagy hát legalábbis a többség fejében pozitív vélemények vannak róla, vagy emlékek. Tehát én azt gondolom, hogy az a kérdés, amikor akit megválasztanak köztársasági elnöknek, akkor hogyan cselekszik. És azt látjuk, hogy ebben a Fidesznek bizony nem jó a múltja, hiszen mindig olyan embereket választott, akik semmiféle kontrollt nem gyakoroltak, pedig van erős kontroll a köztársasági elnök kezében, de semmilyen kontrollt nem gyakoroltak Orbán Viktor és a Fidesz felett, és ezért érzi nagyon sok ember úgy, hogy a mostani köztársasági elnök, Áder János, az nem a nemzet egységét testesíti meg egészen biztosan. Bárki is lesz, akit a Fidesz megválaszt majd tavasszal, az a veszély mennyire áll fent valóban, amit szintén Magyar György, de mások is emlegetnek, ugye egyrészt el lehet lehetetleníteni egy kormányváltás után a jogszabályalkotást azzal, hogyha egyszerűen köztársasági elnök nem írja alá azokat a jogszabályokat, amiket elé küldenek, hanem mondjuk csak alkotmánybíróságra küldi, de ezzel jól el lehet odázni a folyamatokat, vagy nem annak adja a kormányalakítási megbízást, nem azt kéri fel kormányalakításra, akit az emberek többsége még a koalíciós kormánnyal kiválasztana, illetve a harmadik, ez már másik dolog, hogy még a költségvetési tanácson keresztül is lehetetleníteni a kormányzást, hogyha nem szavazza meg a költségvetési tanács, vagy nem támogatja a költségvetést. Szóval az államfőnek ilyen szempontból is abszolút komoly eszközök vannak a kezében, használja-e majd vajon egy kormányváltás után. Ezért mondom azt, hogy ez politika. Tehát én mindig sokat, bevallom őszintén, mosolyogok azon, amikor sok civil a politikát politikusok nélkül képzeli el, és értem, ebben persze van sokszor jogos kritikájuk is, de ez egy politika. Lehet ilyenekkel játszani, léphet is ilyeneket a köztársaság elnök, de a nap végén az fog történni, hogy az alakít kormányt, akinek megvan a többsége a parlamentben. A törvényeket vissza lehet küldeni a parlamentnek, el lehet küldeni az alkotmánybírósághoz, utána visszakerül a parlamenthez, és újra megszavazza a parlament. Tehát lehet ezzel játszani. Volt önköztársasági elnök, aki tette is ezt a mi kormányunk idején. Sokszor úgy éreztem, hogy jogosan, sokszor úgy éreztem, hogy kevésbé okkal, de ehhez neki van jogosítványa. Tehát ez teljesen része a magyar parlamentáris rendszernek, és előbb-utóbb az emberek véleményt mondanak a köztársasági elnökről is, a népszerűségi adatok kapcsán, meg a kormányról is, hogy hogyan kezeli ezeket a helyzeteket. Tehát ezzel szerintem mindenkinek, aki a politikában kormányzati többségre törekszik, ezzel számolnia kell természetesen. Hát nincsenek illúzióink a tekintetben, hogy minden pozícióba kapaszkodni fognak, akár a köztársasági elnök személye, akár a legfőbb ügyész. Most egy olyan hatalomátmentési kísérlet folyik, hogy mindenhol számítunk kemény küzdelmekre. Én személyesen, hát idealista módon azt remélem, hogy a köztársasági elnök talán ezen felülállna, de hát, mint mondtam, nincsenek illúzióink, de mindent meg fogunk tenni. Jó, hát ebből úgy érzem, hogy itt Magyar György ötlete nem fog komoly ellenzéki támogatásra találni.
Még egy mondatra, egy pici időt szánjunk, amit szintén Márki-Zay Péter mondott ebbe a Facebook bejelentkezésben. Azt mondta, ezt a részét ismertük, hogy semmilyen adóemelését nem támogatom, mondta egy nézői kérdésre. Egy ciklusig mindenki bírja ki, hogy nem fogjuk sem emelni, sem pedig csökkenteni az adókat. Ezen egy ellenzéki politikus szemben nem akad meg egy ilyen mondaton, hogyha ezt olvassa a hírekben? Mert így azért nehéz közös programot létrehozni, nem? Nem nehéz, de talán így ebből nehéz kiindulni. Ezt ígérik folyamatosan, hogy van, ahol emelni fognak, ahol csak szóval én azon, hogy ebből nehéz kiindulni, hogy most mit értünk ezen, mert lehet úgy is érteni, vagy akár lehet úgy is elérni ezt, hogy valamit csökkentünk, amit növelünk, és az egyenleg ugyanaz lesz. Nem tudom, szerintem ezt 4 évre előre meghatározni nagyon nehéz, hiszen bármi történhet a világban, ami miatt egyszer rákényszerül a kormányzat, hogy valahogy módosítsa az adórendszert. De a mi fejünkben, a baloldali emberek fejében az adórendszer egyébként egy szociálpolitikai szempontból is értelmezhető kérdés. Tehát ezért volt mindegyikünk pártjának az egyik programpontja, hogy progresszív adózást szeretnénk, vagy a szegények adóját, amit ugye az áfát szokták szegények adójaként hívni. Mi azt gondoljuk, hogy a 27%, ami a legmagasabb egész Európában, ezt lehetne egy picit csökkenteni, de abszolút joga van a miniszterelnök jelöltnek ebben egy önálló véleményt alkotni, és hogyha jól értem, de majd Dani mondja, hogyha nem így van, a pártok meg is egyeztek abban, hogy egy közös programalkotásban fogják kiérlelni azt a programot, amit a miniszterelnök is jó jelölt is, remélem frajdi elszólás volt, jó szívvel képvisel, meg a politikai pártok is tudnak hozzá támogatást adni. Valóban jól hangzik, de kicsit utopisztikus, meg túl általános, ugye mit értünk, akkor adó nemeket se tudnánk eltörölni, ugye most tudjuk, hogy a vállalkozói szektorban rengeteg olyan kis adó van, ami teljesen értelmetlen, és igazából csak az emberek zsebéből veszik ki a pénzt, az csökkentésnek számít, hogyha eltörlünk, illetve újakat se tudnánk behozni, hogyha esetleg ugye a klímakatasztrófa, klímavészhelyzet miatt szeretnénk egy ilyen szabályozási eszközhöz nyúlni. Értem a motivációt, de szerintem ezt közösen kell kidolgozni, főleg mert egy ilyen sokszínű koalícióban elég sok elképzelés van arról, hogy milyen gazdasági eszközöket használjunk, és milyen adórendszert. Bocsánat, arról nem is beszél, hogy most fogadtak el ugye egy olyan nemzetközi megállapodás, vagy olyan egyetértés alakult ki, hogy minimum globális tax, adó mellett kötelezi el magát a legfejlettebb országok. Tehát azért mondom, hogy sok minden befolyásolja azért ezt a kérdéskört. Én azt gondolom, hogy erről szólnak majd az egyeztetések. Amennyiben én itt a nép hangja vagyok, akkor inkább akkor én hadd mondjam azt, hogy nem csak, hogy egy kadenciát, mit mondott a miniszterelnök jelölt úr, hogy egy ciklust várjunk. Én azt mondom, hogy én nekem szerintem én 100 napnál további türelmem nem lesz. Tehát, hogyha az első 100 napban nem lesz hozzányúlva az adórendszerhez, és nem érzem úgy, hogy sokkal több adót fizetnek, akik az én igazságérzetem szerint többet kell, hogy fizessenek, és másokra pedig sokkal kisebb adóteher hárul, akkor komoly mértékben rendül meg a bizalmam arra, hogy bármiféle változás végbe mehet, mert ez sokkal egyszerűbbnek tűnik, bár tényleg laikus vagyok, ennek a rendszernek a megváltoztatása, hogyha rá van készülő és el van gondolkozva, mint azokat a pozíciókat elmozdítani, akiket most éppen bebetonoznak, vagy azokat a vagyonokat bárhogy megpróbálni visszaszerezni, amiket már rég kiosztottak. De az, hogy onnantól kezdve, hogy én vagyok a kormányfő, hogyan változtatom meg ezt a végtelenül igazságtalan adózási rendszert, ami ma Magyarországon van, az szerintem megcsinálható szép magyar szóval, és meg is kell csinálni. Úgyhogy ennyit az egy ciklus türelméről. Hát a nép hangja. Igen, szóval ezt kell majd összeegyeztetni. Igen. Lezárjuk ezt a blokkot még a naphíre mostani mai kérdésével, ami még az előválasztásra vonatkozott, hogy önök szerint kellene egy ilyen előválasztást tartani az ellenzéknek, és a mi nézőink szimpatizálnak ezzel az ötleten, 63% szerint szükség lenne rá, és 37% mondja azt, hogy nem, ugorjunk most már, fogjanak össze az ellenzéki pártok, és ne az előválasztással foglalkozzanak egy
harmadik fordulóban. És akkor jöjjön a nap mondata, amit a 24.hu-nak adott interjújából idézünk Herendi Gábornak. Ugye, hát szerintem nagyon sokan látták az ő közönség által legjobban szeretett filmeit, a Valami Amerika sorozatot, vagy éppen a Kincsemet, viszont mostanában nem nagyon rendezhetett, bár a Toxikoma fut a mozikban, már beszélt arról, hogy mostanában sorra dobják vissza a filmtermeit, és ezzel kapcsolatban fogalmaz úgy, hogy tisztában vagyok vele, hogy nem volt tisztességes, hogy csak akkor nyitottam ki a számot, amikor engem is elkezdtek hátráltatni a munkában, és sajnálom, hogy eddig csendben maradtam, és hosszan kifejti azt, hogy most nagyon sok rendező nem jut munkához, miközben olyanok igen, akinek semmi közük nincs a filmekhez. Szét körbe mutatott az irodáján, és mondja, hogy itt vannak a munkatársai, és nem tudja őket kifizetni, mert visszadobják a filmterveit. Gondolom, te azt mondod, hogy jó reggelt. Így röviden összefoglaltam? Hát igen. Nem, nagyon, először is én Herendi Gábor rajongó vagyok, szeretem a filmjeit, tökre ismerem a munkáját, de az ég szerelmére, tehát hogy hol nagyjából hasonló cipőben járunk, bár az ő ismertsége természetesen sokkal nagyobb nálam, de hogy szerintem nem csak hogy lehetőség, hanem kötelessége egyébként minden állampolgárnak kifejteni a véleményét. Többek között ezért ülök itt, amikor hívnak és amióta hívnak, és attól függetlenül, hogy milyen kormány van hatalmon. Tehát hogy nagyon remélem, hogy itt fogok ülni fél év múlva, amikor az velem szemben ülő két úriember kormánypozícióban van, és majd őket kritizálom, és amikor meg eljönnek megnézni nálam egy színdarabot a színházba, akkor azt mondják, hogy hát Andriskám, azért itt nekünk is lenne ehhez egy-két szavunk, mert egy normális helyen ez így megy. És nem csak akkor, amikor a klasszikus, hogy amikor már engem vittek el, akkor már nem volt, aki fölemelje ellenem vagy ez ellen a szót. Hát ez nagyon késő, nagyon örülök, hogy megtörténik, de kellett volna évekkel ezelőtt. De persze legyen és mondja, és figyeljék, és nézzék meg sokan a Bűnös Város. Jó, de hogy na, arról majd beszélünk, de azért ne legyünk naivak, hogy ez kb. Minden területen így működik. Én épp azt akartam mondani, hogy szerintem jobb későn, mint soha. Én is nagyon szerettem a Gábornak a filmét, én is ismerem őt személyesen is, és nagyra értékelem a munkáját, és valóban egy szörnyű dolog, hogyha egy ilyen tehetséges ember nem dolgozhat. És még van nagyon sok ilyen tehetséges ember, aki nem dolgozhat Magyarországon, de valahol azért valljuk be, hogy ez egy magyar jellemző. Tehát nem csak a film területén, nem csak a kultúra területén, hanem szinte mindenhol megtapasztalhatjuk ezt, hogy amíg engem nem érint valami, amíg ez csak a másiknak a problémája, amíg valaki mást bocsájtanak el, mert szakszervezetet akar szervezni, mondjuk a Suzuki gyár, vagy mondjuk egy teljesen másik példát, addig ez minket annyira nem érdekel. Ebben szerintem mindannyiunknak van. Jó, folytassuk innen, és megjelenem, hogy Ben Dániellel kezdjük majd, és arról még nem beszéltünk, hogy Herendi Gábor nem csak interjút ad, hanem forgatott is egy rövid filmet, a Bűnös Várost. Erről is fogunk majd a reklám után beszélgetni, tartsanak velünk. Folytatjuk is a naphírét Mesterházi Attilával, Berg Dániellel és Borgul Andrással, és ugye mutattuk már a nap mondatát az előző rész végén, de most újra láthatják, Herendi Gábortól indéztünk, aki korábban Weisser Alindának már elmondta, hogy utána járt, hogy vajon az ő filmterveit mostanában miért nem fogadják el, és kiderült, hogy egy ember az ő állítása szerint tiltja le, és ezért nem kap pénzt. Most viszont a 24.hu-nak úgy fogalmazott, hogy tisztában van vele, hogy nem tisztességes, hogy csak akkor szólalt meg, és kritizálta a rendszert, amikor az már az ő saját munkáját érintette, de nem csak kritizált, hanem a Valami Amerikának a különböző részeiben felmerülő Bűnös Várost most elkészítettem. Kérdezhetik önök, hogy miből, hogyha nincs pénze, azt mondja, hogy barátai segítették, és létrehozott egy saját streaming oldalt, ahonnan ez a 28 perces rövid film egyébként bárki által, ha jól emlékszem, 1500 forintért, mert nem vagyok biztos, de nagyságrendes témmel, letölthető, egyébként ennek láthatják most a trailerét. Én már láttam, nem túlzás azt mondani, hogy minden egyes kocka egy NER kritika, NER paródia, és hát durván belemenősen, és azt mondja, hogy nem véletlen, hogy a Elkszúrtuk című filmmel egy napon kezdték el ők is promózni ezt a filmet. Ez mennyire jó módszer vajon, hogyha egy alkotó nem kap 100 milliókat, akkor megcsinálja kicsiben, streaminggel támogatókat keres? Hát szerintem így a művészet, meg a film szűkebb történet alatt még nem volt olyan alkotó, aki azért produkált egy kiemelkedő művet, mert az aktuális kormány igényeit szolgálta ki. Milos Forman, Tar Béla sorolhatna, még nem arról híresek, hogy egy rendszerkonform dolgokat csinálnak.
Ugye itt beszéltünk a tartalmi részről, a minőségi részről, de beszéljünk akkor a pénzről. Ugye iszonyatos pénzek vannak a filmben, és most jelenleg úgy néz ki a magyar film, ez ugye Andy Vajna alatt valamennyire szakmai alapon működött, lehet bármit gondolni Andy Vajna személyéről. Rendi Gábor azt mondja, hogy neki komoly vitái voltak Andy Vajnával, de mindig, ha olyan filmtervet nyújtott be, mindig kapott rá pénzt. Most ezt Kál Csaba kicsit máshogy csinálja, és hogyha megnézzük mondjuk a produkciókat, itt nagy hányadukat, merném mondani körülbelül 80% körül egy Lajos Tamás nevű udvari filmese viszi el a NER-nek, szóval ez egy tiszta anyagi érdek, hogy az hozzájuk közel álló emberek vegyék ki a pénzt a magyar filmben, ami egyébként pont magyar filmesek miatt, mint ahogy Hennen is, felívelő szakaszban van. Szóval végignézzük Cannes-t, végignézzük az összes nagy filmfesztivált, vannak magyar nevezők, ezek nem kormány közeli szereplők, akár Fabricius Gábor, akár sorolhatnám még, de nehezen találott az ember kormány közeli szereplőt. Miközben ugye az ember azért azt gondolná, hogy a film, bár elsőre azt mondjuk rá, hogy ez nyilván egy abszolút szubjektív műfaj, de valójában nem, mert a nézettsége meg nagyon konkrétan mérhető. Szerintem is, mert ugye van a nézettség is, meg azért van egy más típusú értéke is, hiszen lehet, hogy nem a legpopulálisabb film lesz az, amit a legmagasabbra értékelnek mondjuk egy fesztiválon, amit te is említettél. És valóban kiváló eredményeket ért el a magyar film. Igaz, hogy a producerek, a rendezők azért alapvetően inkább kritikusak voltak a jelenlegi kormányzattal szemben. Most úgy látjuk, hogy egy kultúrharc zajlik, most már jó pár, talán most már több mint egy-két éve. Tehát rátette a NER a kezét a kultúrára is, nem csak a gazdaságra. Valószínűleg ez egy politikai igény volt, hogy itt is hasonló érdekeket, amiről Dániel is beszélt, meg kell jeleníteni, illetve azokat a témákat kell jobban használni, amik valószínűleg itt ennek a fideszes hódudvarnak jobban tetszik. És ez a harc egyszerűen kiterjedt, ami volt a politikában, a gazdaságban, most kiterjedt már jó ideje a kultúrára is. Azt hiszem, erről annál sokkal többet tudna mesélni, mint hogy az oktatásra is. Tehát egy ilyen egész pályás letámadás van. Mennyire működőképesek ezek a mellékutak, stratégiák, amik mondjuk itt például a streamingelés kapcsán merülnek föl, de hogyha kitágítjuk, akkor rengeteg ilyen területről tudunk beszélni, akár a szociális szférában, amit, hogyha az állam nem csinál meg, nem ad rá pénzt, akkor civilek megpróbálják elvégezni, szívvel, lélekkel, energiával, de hát nyilván az állami milliókat, milliárdokat nem nagyon lehet pótolni ilyen közösségi forrásból. Igen. Nagyon hasonlót fogok mondani, tehát hogy ez valóban megoldható, ez például egy kiváló példa, hogy a barátok jönnek, a legjobb színészek, tényleg Magyarország vezető színészeit, Eliza éppen mellettem, ő az egyik, és oda jönnek, és ingyen megcsinálják ezt a filmet, az operatőr is ismerős, és mindenki, és eljönnek egyszer. És aztán föltesszük ezt bármilyen streaming szolgáltató oldalra, és az emberek fizetnek és megveszik, de ez nem egy folyamatos és hosszan fenntartható példa. Én voltam már olyan közgyűlésén a Színházi Szövetségnek, ahova tartozunk, ahol azt mondták a táncosok, hogy én nem tudok még egyszer ingyen föllépni, gyerekek, nem tudok, tehát nem fog eljönni egyetlen színész sem, se a Radnótiból, se a Katonából, itt most, itt a Balomon, minden nap ingyen forgatni, mert ők sem tehetik meg, hát nincs rá lehetőségük, és az operatőr sem, úgyhogy ez nem fenntartható. Még akkor sem, hogyha lényegesen közelebb vagyunk egy ilyen fajta váltáshoz, mint 10 évvel ezelőtt az internettel, és könnyebb, sokkal könnyebb forgatni, de hogyha nem játsszák moziban, hogyha nem hirdetik, hát hallottuk a Kálomistát, ahogy azon sírdogál, hogy a nem tudom hány 100 millió forintból forgatott filmét hogyan dugja el a Budapest film, vagy nem tudom éppen kicsoda. Tehát, hogy még ha ő is így érzi, akkor mit mondjanak azok, akik valóban nem jutnak lehetőséghez. Tehát, hogy ez nagyon nehezen fenntartható, lehet piciben csinálni, csak közben meghal a lelkünk, már elnézést, ha most művészből beszélhetek. Tehát nagyon szoktam azt mondani, amikor találkozom, mit tudom én, mondjuk a Kulturális Tárca valamelyik vezetőjével, hogy persze akkor is fogok színházat csinálni, hogyha ő nem támogat minket. A kérdés csak az, vagy ezt a külföldi támogatóknak is mondom, hogy 10 000 embernek egy évadban, vagy 3-nak a nappalimban. És én tényleg nem tudok más csinálni, csak ami én vagyok, de azért szépen lassan ezek az emberek, látunk már olyan, azok eltűnnek, mert ha nem kapnak lehetőséget, akkor elszárad a lelküknek, nem tudom,
szebben mondani. Menjünk vissza egy ugyanilyen, tovább egy ugyanilyen dilemmával, csak hát egy nullával nagyobb a tét, mert hogy újra kiújult a főváros és a kormány között, többek között az atlétikai VB és a Fudan Egyetem kapcsán a vita, de ugye ennek a harmadik eleme az Egészséges Budapest program, aminek keretében ugye a megállapodás arról szólt, hogy 5 év alatt 50 milliárd forintot kap a főváros a kormánytól. Hát hogy nem, a most esedékes 10 milliárdot még nem kapták meg, hogy miért nem, és Gulyás Gergely erre mit válaszolt a Kormányinfón, ezt összefoglaltuk egy bejátszásban. Ha nincs egészséges Budapest program, akkor nincs atlétikai VB. Szerda este az egyenes beszédben Jé Németh Erzsébet október 31-ig adott határidőt a kormánynak, hogy fizessék ki azt a 10,2 milliárd forintot, ami az egészséges Budapest programért jár a fővárosnak. Ha október 31-ig nincs forrás, akkor bizony a fővárosi önkormányzatnak van egy olyan döntése, hogy akkor az atlétikai VB-t fel fogjuk mondani. Budapest önkormányzata még 2019-ben kötött megállapodást a kormánnyal, amely alapján 5 év alatt összesen 50 milliárd forinttal támogatja az állam az egészséges Budapest programot. Mindezt azért cserébe, hogy Karácsony Gergelyék támogassák az atlétikai VB megrendezését. A 2021-es egészségügyi kifizetés viszont még nem érkezett meg a főváros számlájára. A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely arról beszélt, hogy a kormány a főváros állásfoglalására vár a vétó kapcsán. Mi szeretnénk, hogyha a főváros tájékoztatna bennünket arról, hogy ezt egy fennálló megállapodásnak tekinti, vagy sem, és hogyha fennállónak, akkor nem kívánja ezt követően sem felmondani, vagy ha felmond egy megállapodást, akkor a polgári jog alapvető szabályai szerint jár el, azaz visszafizeti azt, amit addig kapott. Na, ez egy erős mondat volt. Mert ez nagyon megfordítja a képletet, mondván, hogy ha Budapest felmondja, akkor vissza is kell fizetni. Tehát nem csak a neki járó pénzt nem kapja meg, hanem talán most akkor 20 milliárdot vissza is kell fizetni, hogyha eddig évente 10 milliárdot megkapott. Ki fogja ezt a meccset megnyerni? Hát ugye ez egy olyan meccs, amire egyébként semmi szükség nincsen. Nekünk Budapesten, budapesti városvezetőként nem az a heppünk, hogy akkor most harcolunk a kormánnyal, hogy ne legyen Fudan, ne legyen atlétika, hogyha adnak pénzt egészségügyi fejlesztésekre. Ezt a helyzetet ők kényszerítették ki. Szerintem abban lehetne egy nemzeti konzenzus, hogy egy járványhelyzet kellős közepén igenis kell az a plusz 10 milliárd. Ezúttal is egyébként jobbulást kívánok Gulyás Gergelynek, aki ugye elkapta a koronavírust. Ő valószínűleg magánegészségügybe jár, szóval nem látja, hogy hogyan néznek ki a kerületi és budapesti rendelőintézetek. Miért mondanánk nemet egy ilyen mértékű fejlesztésre? Itt a kormányon van a sor, hogy betartsák ezt a megállapodást, és folyósítsák azokat a támogatásokat, amit még mindig nem láttunk. Hát azért vagyok egy kicsit csöndben, mert szerintem ember legyen a talpán, aki érti pontosan a nézők közül, hogy most mi miért van, hiszen valóban, ahogy ön is mondta, most már egy hármas. Három dolog keveredik össze. Én azt gondolom, hogy nem kell Budapestnek semmit se visszafizetni. A budapesti adófizetők fizetik az adójukat, ezért a fővárosiaknak is jár nagyon sok minden. Tehát én azt gondolom, hogy ebben nincs igaza Gulyás Gergőnek, vagy ebben sincs. Egészen biztosan. Kettő, hogy valóban, ahogy említette Dániel, igazából ezt a kormány idézte elő, hogy megváltoztatta azokat az alapfeltételeket, vagy a peremfeltételeket, aminek a mentén megállapodott a főváros a kormánya. Tehát ha már itt a polgárjogi szerződés emlegeti a miniszter úr, akkor ők voltak azok, akik a Fudan Egyetemmel, a diákváros ügyével, meg a húzavonával, hogy hova toljuk az egyiket a másik területre és vissza, effektíve változtattak a korábbi feltételrendszeren. Tehát ha már ezt jogilag akarjuk értelmezni, nem csak politikailag, akkor ők voltak azok, akik alapvetően átírták ezt a szerződést, és a főváros pedig természetesen azt az eszközét használja, ami van neki. Még akkor is, hogyha ez adott esetben látszatról ugye két egymással nem összefüggő kérdés hát köt össze. Igen, szóval hogy a fővárosnak ez az ütőkártya van a kezében, ami jogilag egyébként nem erős ütőkártya, mert hogy nem a főváros kötött az atlétikai VB megrendezésére. Szerződőfélként nincsen ebben benne, de nyilván nem egy jó üzenet, hogyha a rendezőváros ebből kihátrál. Egyrészt, másrészt viszont pont ma reggel jelent meg egy felmérés, ami azt mutatja, hogy az emberek nagyon nem támogatják azt, hogy a főváros felmondja az atlétikai VB-t,
és ez nyilván a népszerűség szempontjából nem lenne jó, viszont az is szintén mai hír, hogy miközben a kormány azt mondja, hogy nyugi van Fudan Egyetem ügyében, a főigazgatóját ma hivatalosan is kinevezték, Bertánné dr. Bényi Krisztinának hívják, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány főigazgatóját. Tehát valamiért ez a... Mondjuk az egyetemek még nincs. Igen, de valamiért ez így zajlik azért, ez a dolog. Tehát, hogy... Én elolvastam azt a közvénykutatást, ennél egy kicsit szofisztikáltabb, bocsánat, hogy így fogalmazzak az emberek véleménye. Alapvetően azt lehet mondani, hogy a pártszimpátia alapján mondjuk dől el, hogy ki melyik pozíciót hogyan támogatja. A másik fontos konklúzió volt a számomra, hogy nagyon keveset tudnak az emberek erről az egészről. Tehát inkább a többség nem nagyon tudja pontosan belőni, hogy mi legyen az ő vélemény ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Tehát ezért én azt gondolom, hogy egyszer nem tud mit csinálni a főváros. Mondok önnek egy másik példát, ugye azt mondták a kormány részéről, hogy miért kötik össze ezt a két kérdést. Ott van például Ukrajna ügye. Ukrajna ügyében a magyar kormány vétózza a NATO és Ukrajna közötti miniszteri szintű tanácskozást. Ez egy multilaterális egyezmény, biztonságpolitikai kérdés egy háborúban levő országnál, azért, mert a határon túli magyaroknak a oktatási törvénnyel kapcsolatban van problémája Kárpátalján. Ez a kettő semmilyen módon nem tartozik össze, de a magyar kormány összekötötte ezt a kettőt, mert úgy ítéli meg, hogy így tud nyomást gyakorolni az ukrán félre. Én azt gondolom, hogy nem kell kettős mércével mérni, a főváros is megpróbál, ha más nem, politikai eszközökkel azzal élni, ami a kezében van teljesen normális módon. Na, a néphangja? A néphangja azt mondja, hogy nagyon sajnálja a néphangja azt, hogy egy olyan politikai vezetés van ma Magyarországon, aki az is helyett a vagy-vagyot preferálja. Tehát, hogy itt nem kellene, hogy konfliktus legyen. Mi nagyon szeretnénk, hogy legyen atlétikai VB, és nagyon szeretnénk működő egészségügyet, és láthatóan erre van lehetőség mind a kettőre. Csak minthogyha a konfliktus fűtené azt a politikai életet, amiben mi élünk, pedig ez egy tévhit, azt gondolom, és lehetne konszenzust hozni, de hát ki fog a választások előtt pár hónappal azt mondani, hogy rendben van, kedves budapestiek, ez a város már amúgy is egy bűnös város, csak hogy visszatérjünk, ez már elveszett. Itt mi rólunk nagyjából lemondott a kormányzó párt, azt hiszem, hogy megpróbál meggyőzni minket, akkor viszont ne is adjunk semmit, törődjünk azokkal, akik még a mi szavazóbázisunk, és oda csoportosítsuk az összegeket, és annyira rossz ilyen másodrangú állampolgárnak érezni magamat a városomban és az országomban, hogy ezt el nem tudom mondani. De jó, de tehát, hogy ebben a témában eljutottunk oda, hogy itt nincsenek kiskapuk, ezt nem lehet, nem tudom, közösségi finanszírozásból, meg civil adományból megoldani egy egészségügyet. Tehát, hogy ráadásul, amikor látjuk a Covid adatok után, hogy szűrővizsgálatok elmaradása, stb. Az ember életekbe kerül, csak lehet, hogy nem két-három héten, hanem több hónapon belül. Szóval, szerintem hogy erre valamilyen megoldást kell találni, akkor is, hogyha a kormány ebben nem partner. Szerintem a kompromisszumkészség az nem a hatpárti koalícióból, vagy koalíciótól származik, hanem magától a kormánytól. Ez egyébként az olimpiára emlékeztet engem, amikor ugye azt mondtuk, hogy legalább kérdezzük meg a budapestieket, hogy szeretnének-e olimpiát. Nem azt mondtuk, hogy utáljuk a sportot, és soha többé ne legyen egy sportesemény Magyarországon. Ugye ott is kihátráltak, mert annyira félnek a vitától, hogy nem tudnak eljutni addig a pontig. Szóval mi továbbra is nyitott karokkal várjuk őket, ha szeretnének kompromisszumot kötni, nem célunk megfúrni eseményeket, de hát, mint Attila is mondta, ez az eszköz, amit hagytak nekünk. Bocsánat, azért, amit ön utalt, az nagyon fontos, hogy ők az emberek életével és egészségével játszanak. Tehát az, hogy a Fudan Egyetem négyzetméterre hova tolódik, hova nem, abban nem fog senki se belehalni, de hogyha nincs meg a megfelelő egészségügyi ellátás Budapesten, az konkrétan ember életekbe is kerülhet, ezért szedjetik magukat. Köszönöm szépen a véleményeket. Önök maradjanak velünk, köszönöm szépen a figyelmet. Most jön a híradó, aztán az egyenes beszéd. Ha minden igaz, ezen a héten Rónai Egonnal tartsanak velünk. Szép estét!